Sziasztok, fiúk! Üdvözöllek titeket a suli újság ripartjában! Sziasztok is! Szia! Sziasztok! Kik vagytok ti? Mit lehet rólatok tudni? Hát mi, mi vagyunk a KoliCast csapata. Igen. Mondjuk hiányzik egy ember jelenleg. Igen, én most éppen beteg. Hát, podcast műsorokat gyártunk, nem tudom. Igen, később meg szeretnénk ezt kinőni, és majd mással is foglalkozni. Igen, de, de, egyelőre ebből áll a tartalmunk. Koli Play, Koli Gaming, nem tudjuk a csatorna nevét, de ilyen Couch Gaming játékokkal is szeretnénk foglalkozni. Igen. És hogy hívnak titeket, melyik osztályba jártok? Én vagyok német Bence. Én Kamarás Péter, és a 9D. Igen, igen. Járunk. És ha jól tudom, szilágyisok vagytok ti is, igaz? Bizony, és maradunk is. Igen. És honnan jött az ötlet, hogy el, el szeretnétek kezdeni podcastelni? Jó, azt hiszem még Tavaly, tavaly jött. Tavaly, amikor így megismertük egymást, akkor elkezdtünk erről beszélni, hogy milyen is lenne ebbe így belelágni, és jó ötletnek tartottuk mind a hárman, és akkor megszerettük volna valósítani, csak ugye jött a távoktatás és hasonló ilyen dolgok, aztán nem jutottunk el arra a szintre, hogy el tudtuk kezdeni. Igen, december 19-én vagy valahogy így mondtuk ki Petivel azt, hogy na, új év, csináljuk meg! És itt vagyunk, a negyedik epizódot nemrég forgattuk le. És elég szép megtekintések vannak a videókon. Igen, 65 feliratkozó, azt hiszem jelenleg. És, és 999 összmegtekintés. Igen. Fent vagyunk, Spotify-on is, Apple podcast en is, mindenhol, és ott is hallgatnak minket. Tehát örülünk neki nagyon. Szóval, yeah. És ha jól tudom, mit szoktátok csinálni a podcasteket a koli szobában, igaz? Igen, ez egy koli szoba. Feltételezem, hogy ez itt a kollégium jelenleg legfényesebb, legfényesebb legfényes sarka, legfény. igen, ezt szeretjük mondani. Hát... Ez innen is jött a kolikeszt név, mert egy koli szobából akartuk alapjánatom forgatni ezt az egészet. Azt szerettük volna, hogy a nézők per hallgatók betekintést nyerjenek a kollégium mindennapjaiba. Hát, és amennyire így átjön, akkor szerintem így egész jól csináljuk, kivéve az én külső zajokat, vagy spontán mennyit embereket. De bele tartoznak a koli Igen. És mit terveztek még a jövőben? Hát, hogyha majd úgy engedi szabad időnk, akkor gyakrabban videót készíteni. Hogyha majd így meg leszünk mind a És főképpen, mint mondtuk, a gaming oldalával foglalkozni egyik epizódban mondtam, hogy célunk a százezer feliratkozó. Ezt félre mondtam amúgy, de amúgy tényleg jó lenne. Igen. Hát mindenképpen szeretnénk egy kicsit nagyobb nézettségre hát nem is törekedni, hanem így berobban jobban a köztudatba. Itt a Szilágyiba, meg a kollégiumba is. De... Elég sokan ismernek már, de szeretnénk el több emberhez eljutatni a mi műsorunkat. Igen, de ezt nem azért csináljuk, hogy minél többen feliratkozzanak, hanem csak mert szeretjük csinálni, és hogyha valakit megragad ez, amit csinálunk, akkor ő is nézhesse. Pontosan. Formát. És ha jól tudom, sztár vendégeitek is lesznek, tanárok és diákok formájában a közeljövőben. Hát. Ha engedi, engedi a hely és az időtök. Lenne bizony, csak... Igen, tehát most két asztal van itt összetolva, ez igazából a kolik szettje, tehát eb ennyiből áll az egész, és nem igazán van hely, tehát én alig félek el itt. Gondolom, ez te jellem is. Jellemző a kollégiumra, igen, igen hogy tehát nem gazdálkodunk túl sok helyen. Ugye a te helyeden szoktam énülni, elég nehéz oda bepréselni még egy embert. <laughs> hát igen, de lehet, hogy úgy lesz, mint hogy az előző részben is volt, hogy valaki helyet lesz valaki tehát a vendégünk valaki ilyet lesz, és akkor úgy lesznek leforgatva az ilyen részek. Csak ugye még kell találni hozzá tanárokat, meg diákokat, akik szeretnének ebben részt venni. Én leszek a kameramen. <laughs> <laughs> Tudok, aki majd csapó! <laughs> szóval, ja. Yeah. Hát, ezek nagyon szép tervek, srácok. Köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottátok velem. Remélem, hogy minél többen fognak titeket nézni, és nagyon remélem, hogy sok emberhez eljut ez a report is. A suli újság oldalán, ugyanis a Szeged Szeggel oldalra fogtok kikerülni, ami a Szilágyinak az új súli uh, suli újsága, amin ez lesz az első interjú. Nagyon megtisztelve éreztem magam, amikor mondtad, hogy lehet kint leszünk az iskola weboldalán. Nem tudom, hogy írásos formában, vagy ez az egész videós beszélgetés is kint lesz -e, de nem tudom, nagyon, nagyon jól érzem magam, hogy uh, idáig is elértünk. Egy hónap alatt sem, mert még nincs egy hónap, olyan három-négy három, hetet csináljuk és ezt. És elég sok figyelmet kapunk így az emberektől. Igen, tehát meg vagyunk elégedve egyelőre. Igen, hogyha így haladunk, akkor nagyon hamar tudunk fejlődni és berobbanni a köztudatba, szerintem. Remélem, hogy sokan fognak titeket nézni, hogyha jól tudom, TikTok csatornátok is van. Úgyhogy... Hú, igen. Úgyhogy remélem, hogy mindenhol megtalálnak titeket, majd berakjuk az elérhetőségeket úgyis a riport alá, és hát sok sikert kívánok a továbbiakban! Köszönjük, Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!